Ez tehát a labdarúgó magyar. Olyannyira nem, hogy a Debrecen még döntőbe sem jutott. Itt vannak az örömteli képek, hiszen teltház van szinte a Váci stadionban. Közel 10 000 ember, vagy több mint 10 000 ember, egyetlen úgynevezett biztonsági szektor kivételével teltház van a stadionban. És hát még folyamatosan érkeznek az emberek, hogy lássák a következő csapatokat. A Debrecen összeállításában egy változás van, majd amikor odaérek elmondom. Téglási Véd, Sándor Csaba, Pető, Radu Szabó, Dombi Tibor, Bőr, Golyán, Vadicska, Ilea, Bodnár és 26-ossal Bagoly Gábor látható. Az utolsó pillanatban Szatmári helyére került a csapatba. Garambölgyi Lajos azt mondta, hogy minden edzőnek vannak megérzései. Nos, a mai nap folyamán ez Garambölgyi Lajos megérzése. Tehát Bagoly játszik Szatmári helyén, elsősorban a veszélyes bedobásoknál szeretné a jól fejelő Bagolyt kihasználni Garambölgyi mester. Itt pedig a Lombard FC Tatabánya összeállítása. Gelei Károly a kapuban, Bukva, Szabó Viktor, Virág Attila, Szalma József, Süveges, Tüske, Kovács Attila, Szekeres, Nagy Sándor és Kiprich József 19-essel. Vegyes az összetétel, hiszen Tóth Bálint edző csapatában vannak ugye rutinos nevek, Gelei, Szalma, Kiprich kékben. A képen balról jobbra látható a Lombard FC Tatabánya és tiszta pirosban a DVSC Epona. Kul Sándor megkérdezi a két kapustól a szokásoknak megfelelően, hogy mehet-e a mérkőzés, és most adja meg a jelet. Tehát a Tatabánya kezdte a mérkőzést. A gólj. Kovács mellett húzza meg. Dombi, aki nagyon lendületes eddig. Dombi! Ilea! És egy ollózás Radu Szabó. Bőr megy ki, de inkább beíveli Pető! Gól! Vezet a Debrecen a 22. perc elején, és ha jól látom a kupac alján, akkor Bagoly volt az. Talán most jobban láthatjuk. Nem érik el a beugrók. Bagoly! Hát kérem szépen, ez volt Garambölgyi Lajos megérzése. Az utolsó pillanatban állította be a csapatba az edző, és megszerzi a vezetést a csapatának. Ez aztán a nagy húzás. Félidő közepéhez. Nagy fejeli tovább. Kiprich! Hátulról a hálótartó vasat. Kiprich! Kiprich még! Oldalháló! Dombi. Gólhelyzet! Sándor Csaba. Ezt a lövést. Tehát Bagoly közeli góljával 1-0-ra vezet az első félidő után a DVSC Epona.